Iratkozz fel a Kitunes csatornára, induljon a végtelen móka! Sziasztok! Már kész is van Juliet ajándéka, nézzétek milyen klassz! Semmi sem látszik belőle! Hát nem szuper a kép címe? Szülinap Glam City-ben! Hogy tetszik? Ez mesés! Én is készülök egy meglepivel, írok neki egy dalt, csak éppen elakadtam. Tudtok rímet arra, hogy top modell? Én tartok egy lazulós jógaórát Julietnek, meg! Oké, figyeljetek! Szülinapi vízparti partit tartunk. Kiküldtem a meghívókat, és 40-en azonnal visszaigazolták. Hello, menő kis kedvencek vagyunk, a haja szenvedélyünk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át. VIP-ex, VIP-ex velünk, barátra lesz! Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk. Újha jó hely! I love VIP-ex! Na végre, itt a tortám! Szülinapi buli. Lányok! Kutyi! Segítség! Isten éltessen Muriel. Muriel? Az meg ki? Elcserélték a cukrászdában. Nem élem túl. Rázd a fejed, miközben nézed, és nem látod majd a nevet. Igazán szívítő élmény! Nem lehetem meg más tortáját a saját szülinapomon. Tudok valakit, aki más tortájából evett a szülinapján. És másnap a fodrász véletlenül szülke melírt csinált neki. Azt hordta 3 hosszú hónapon át. Ez az elcserélt torta átka. Még a cukrászdában van. Majd hátul beosonunk, és észrevétlenül átnézzük a tortákat. Gyerünk! Jó! Jó! Balra csavarom, jobbra tekerem, meghúzom, és... Hívjunk inkább egy szakembert. Arra! Semmi! Szükség! Én is szakember vagyok. Hát, szerintem meg... Kész is van, próbáljuk ki. Kiara, gyere! Jobb lenne egy tárgyon kipróbálni. Jó, akkor benne vagyok. Ez itt úgyis nedves, még egy kicsit Kiara hajától. Kész! Csak néhány másodperc alatt. Na ki a profi? Ki gondolta volna, hogy ilyen hamar kiszállítják? Mindegy, már úgy sem lesz meg időben. Viszlát, fényes haj, szervusz, Melír! Ugyan, ne keseredj el. Még megtalálhatjuk az ünnepség előtt. Nincs minden veszve. Már késő, elért az átok. Nem, meg lesz az. Mégis hány szülinapi bulit rendezhetnek meg egy időben egyetlen városban? Nem túl sokat. Felosztjuk a várost és úgy fésüljük át. Így biztos meg lesz. Indulhatunk, VIP perc! Hurrá! Torta keresés! Több mint 20 buliba botlottam egyetlen utcán. Felköszöntöttem többek közt Juriet, Nuriet és Nuriet. Azért még ne kenődj el. Csak találunk valami megoldást. Azt hiszem, rájöttem, mi lehet a megoldás. A legjobb, ha idejöttök. Íme a terv. Ha nem lesz meg a jó torta, javítsuk át a rosszat. Azta, ez jó ötlet. Megvan minden, ami kellhet hozzá. Meg kell csinálnom, mielőtt Fabio... Fenomenális! Megjön! A frizurát fábioriási lett! Bácsikám, vízes a hajad. Ó! Lássuk, mit tud a masina! Bácsikám, talán... Ki máson lenne jobb kipróbálni, mint magamon? Egy kis fújás nekem hatalmas hurrikán az emberiségnek! Működj, működj! Nos... Csúcs, működik! Még szép, hogy naná!
Jöhetnek a villany és vízvezetékek! Zseni vagyok! Egy zseni! Hú, ez húzós volt! Meg is vagyunk! Kámrázatos lett! Jaj, ne! A buli mindjárt kezdődik, mi meg itt állunk fülig krémesen. Nyomás! Irány a fodrászszalon! A tortához pedig hívjunk egy villámgyors sütifutárt! Pipa! Csúcs! Egy VIP-et nem adja fel! Rajta, Juliet, menj csak! Ez igazán kedves ötlet tőletek, de kizár dolog, hogy mindnyájan sorra kerüljünk. Mi nem megyünk be, Juliet. Te vagy az ünnepelt. Ma csak az számít, hogy te csinos légy. De... Jó, jó, jó. Tudom a barátság meg ilyenek, de sietünk. Indulandó! Fábio, még jókor! A legjobbkor! Birthday style! Ó, micsoda sík! A torta! Ó, jaj! Az út nem tett jót neki. Hát, hogy néz ez ki? És ti, hogy néztek ki? Mondd, mégis mit nevetsz? Hiszen tönkretettük a szülinapodat. Hogy? Sosem volt még jobb szülinapom. Egész nap együtt lehettünk. Rajta, lányok, bulizzunk. Mellesleg festettem neked egy képet. Én meg szerveztem egy jóga külön órát. Én meg írtam neked egy dalt. Jöhet bármi, ami nem torta. I love VIP pets! Hello, menő kis kedvencek vagyunk, a haja szenvedélyünk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át. VIP pets, VIP pets, velünk barátra lesz. Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk. Újha jó lesz! Juliet szüli napja. Még egyszer meghúzom, és kész is! Még mindig próbálod megjavítani, de ez a hajszárító túl veszélyes. Ugyan már? Már tökéletesen működik. Ki akarod próbálni? Inkább nem. De miért nem? Nem láttad azt a VIP Pets epizódot, ami Juliet szüli napjáról szól? Dehogy nem! Épp ezért küzdök még mindig vele! Ez nem is hajszárító, inkább mikrosütő. Mutatom. Tessék, fogd meg! Figyelj! Látod? Édes, mint a barátunk. Milyen barátunk? Az, aki ma ünnepli a szülinapját. Juliet, a szuper édes VIP pet. Úgy bizony, itt is van. Meg is mutatom a haját. Imádom a haját! Bámulatos lett! Mi lenne, ha rápróbálnánk a sisakot? Tuti, hogy szuperül állna rajta! Ne! Szegény ki! Csak frizura kell! Hát jó, nem bánom. És milyen faszon találjunk ki a kisasszonynak? Nem nézted meg az epizódot? Ó, de hogy is nem! A Kitoons csatornánkon! Na látod! Szülinapi frizura kell a szülinapjára! A szülinapjára? De nem adtunk ajándékot! Nem készültünk semmivel! Ne aggódj, majd kitalálunk valamit! Oké, de legalább énekelhetnénk neki valamit! Boldog szülinapot! Boldog szülinapot! Oké, később megünnepeljük, előbb találjuk ki a haját! Jól van, nem bánom! Ehhez a frizurához szükségünk lesz egy VIP pet körkefére, hajszínező eszközre, hajcsavarúra, egy hajtűre, egy partisapira és egy nyakékre.
De először is meg kell fésülnünk, igaz? Na-na, így igaz. Először is fogjuk a hajkefét ígni. És most fogjunk meg egy hajtincset, és spricceljünk rá egy kis meleg vizet. Aztán szép lassan végighúzzuk ezt a haján, hogy rózsaszínűvé változzon. Most ismételjük meg, és ugyanígy színezzük át a többit is. Ez a kütyük zseniális! És most nedvesítsük be a haját mindenhol. Ezek után fogjuk a csavarút és tekerjük fel, hogy a végén csuda szép loknikat kapjunk. Természetesen meleg vízzel könnyebben megy az egész. Hogy tartós legyen a hullám, hagyjuk rajta a csavarút egy rövid ideig. Hogy könnyebb dolgunk legyen, tűzzük meg a hajcsavarút egy hajtűvel. Kis idő múlva kiszedhetjük a csavarót és megcsodálhatjuk a meseszép loknikat. Ugyanezt a módszert ismételjük meg a többi tincsnél is. Végezetül fogjunk meg egy-egy tincset két oldalt, és tekerjük össze őket kisebb kontjá. Ezt is rögzíthetjük egy hajtűvel. Ez valóban csodálatos lett, de szerintem valami még hiányzik. Néhány dolog kimaradt még, például a szülinapi sapi. Bámulatos lett! És most jöjjön az utolsó simítás! A nyaklánca! Boldog szülinapot, Juliet! Nézzétek! A többi VIP pecpajti is eljött. De várjatok, még nem adtuk el Juliet ajándékát. Azta, milyen helyes kis kosár. Átalakítottam a hajszárítót, mert közben rájöttem, hogy igazad volt. Nem volt jó ötlet megbütykölni. Hát, hajszárítónként nem működött volna. Újra hasznosítottam a sisakot, azért, hogy elférjenek benne a sütik. Ezt találtam ki ajándéknak Juliet szülinapjára. Szuper lett, mehet is fel a közösségi hálóra. Azta, imádom, mindannyian mesésen néznek ki, és Juliet a szülinapos, varázslatosan tündököl. Ez csak természetes, csodás szülinapi frizurát kapott, nem is lehetne méltóbb alkalom. Nos, pajtik, nektek melyik a kedvenc szülinapi frizurátok? Amelyik ma készül Julietnek, vagy talán van jobb ötletetek? Az kizárt, bácsikám, a te ötleteid a legjobbak. Ez így igaz, legyen ez a mai epizód végszava. Nem sokára találkozunk, VIP Pets, pajtik, viszlát hamarosan! Újha, jóha!